A Maros Tánc Együttes több mint 4 évtizedes fennállása óta rengeteg olyan határon túli együttessel alakított ki jó kapcsolatot, akikkel kölcsönösen meghívják egymást rendezvényeikre. 2 évvel ezelőtt Bulgáriában voltak, tavaly Montenegróba utaztak, néhány héttel ezelőtt pedig Görögországban, Parália városában mutatkoztak be egy világfesztiválon. Miután 3 csoport volt együtt, a Derekegyházi idősek csoportja volt, a Derce csoport, illetve a mi Mötykénk a Vásárhelyiek segítségével, ezért összeállítottunk egy programot, volt benne Somogyi, volt benne Bodrogközi, volt benne Szilágysági, vittünk több programot, de miután egy nap kaptunk lehetőséget, mert a más napokon más nemzetek táncoltak, ezért ennyi elég volt. Ez minden nyáron van, Paráliai Esték címmel tartják, és nagyon jó volt. 42 fok volt a hőmérséklet, a víz meg kb. 30, úgyhogy nagyon-nagyon élveztük a dolgot. A többnapos gálára érkeztek többek között Litvániából, Ukrajnából, Romániából és Lengyelországból is. A tánc összehozta a különféle csoportokat, barátságok születtek, valamint megismerték egymás hagyományait is. Nekem mindig nagy élmény látni a külföldi csoportokat, mert azért nyilván, amikor az ember megteheti, hogy kimozdul kis hazájából, és más csoportokat is láthat, akkor az nekem egy nagyon nagy élmény, és ez most is így volt. Ezek a hagyományok, ezek úgy jöttek csak elő, hogy kérdeztük, hogy ezek milyen hagyományok. Hát így mosolyogtunk egymásra, mert nagyon nem tudtunk beszélni egymással, de úgy láttuk azokat a táncokat, azokat a dalokat, énekeket, nótákat. Kérdeztük, hogy ez most hagyomány, hát mindenki próbálta a sajátját hozni, és mi is. A Maros Tánc Együttesről elmondható, hogy bejárták szinte egész Európát, voltak a Török Rivierán, Portugáliában és Olaszországban is. A Makói Egyesület szeptemberben a 44. évadát indítja, és már vannak lefoglalt időpontok, amikor a közönség is láthatja őket. Ilyen lesz többek között a Hagymafesztivál.